Ezer éves kapcsolatát pecsételte meg idén augusztus 20-án Székesfehérvár és Esztergom azzal, hogy a két város vezetője aláírta a testvérvárosi szerződést. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Szent Istváni örökséget ezentúl egymást is erősítve hirdeti a két megyei jogú város. E kapcsolat jegyében invitálja egymás lakosságát a két nagy múltú jelentős turisztikai vonzerővel és pezsgő kulturális élettel rendelkező település. Ez most gyakorlatilag az első kézzel fogható együttműködés ennek a testvérvárosi kapcsolatnak a jegyében, méghozzá egy nagyon újszerű, innovatív akció. Facebook oldalt cserélt egymással a két turisztikai szervezet, és egymás oldalán egy napon keresztül invitálják a lakosokat, illetve az oldalak követőit egymáshoz. Míg a Turinform Székesfehérvár oldalon az Esztergomba hívó üzeneteket, posztokat olvashatták az oldalkövetői, addig a Visit Esztergom közösségi oldalon a székesfehérvári turisztikai lehetőségek kaptak helyet. Nagyon nagy érdeklődést váltott ki a sajtó részéről is, szakmában is, és hát látogatói vagy oldalkövetői aktivitásban is. Ma reggeli polgármesteri köszöntők nagyon szép számmal kerültek megtekintésre, illetve hát elindult egy párbeszéd a két település lakossága között, ennek külön örülünk. A kezdeményezés célja, hogy a belföldi piacon a két város értékeit, különleges látnivalóit tovább erősíthessék. Evszegő Krisztina hozzátette, a fordított napon nagy hangsúlyt kapott a regionálisan kiemelkedő gasztronómiai kínálat is. A szervezők egy kvízjátékkal is készültek az érdeklődőknek, aminek fődíja egy hosszú hétvége a testvértelepülésen.